Szép estét köszöntöm Önöket, ma ismét egyedül, de nem baj, jövő héten itt lesz már velem Csenge. Nézzük, hogy mit kínálunk ma Önöknek. Ma tehetséges fiatalokkal ismerkedhetünk meg, kreatívkodunk majd Nikivel, majd átbeszéljük, hogy hogyan gondozzuk nyáron növényeinket, emellett természetesen jóga is lesz Daisyvel, és egy különleges jean bemutatóra is elinvitáljuk majd Önöket, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Nemzetközi diákversenyen nyertek a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola tanulói, de hogy pontosan milyen megmérettetésen és témában, arról ők maguk mesélnek, valamint felkészítő tanárnőjük. Köszöntöm a stúdióban Tuziné Domoszlai Ágnes tanárnőt, Horváth Vivient, Jancsovics Leventét és Korsós Balázst. Jó estét kívánunk! No, hát mi volt ez a nagy megmérettetés? Mi volt ez a verseny? Miről szólt? Ez egy nemzetközi diákverseny volt, ilyenen még nem vettünk részt, sem én, sem a tanítványaim. A gyöngyösi zsidó temetőt kellett bemutatnunk. Lehetett választani két formátum között, egy rövid filmet lehetett volna forgatni, vagy pedig egy brossúrát, mi az utóbbit választottuk. Ez meg is volt adva, tehát kimondottan meg volt, hogy a gyöngyösi zsidó temetőt kellett? Nem, vagy pedig hanem mindenkinek a saját lakóhelyén kellett felkutatni, és azt feldolgozni és bemutatni. Én bevallom őszintén itt, hogy beszélgettünk az adás kezdete előtt, ránéztem, megnéztem, és egy nagyon-nagyon komoly pályaművet készítettek elő. Mi volt a koncepció? Tehát hogy jött a koncepció, hogy konkrétan mi legyen benne? Elárulom, hogy a Centropa Alapítvány tökéletesen felkészítette a tanárokat is erre a versenyre. Elmondták a kritériumokat, mire vigyázzunk, mi az, ami hiba lehetőség, és egy webináriumot szerveztek, ezen én természetesen részt vettem. Aztán fölvettem a kapcsolatot Borbándi Erik gyöngyösi helytörténésszel, aki rengeteget segített nekünk, mert ő vitt ki a temetőbe, és a könyveken kívül ő még rettentő sok hasznos és a brosúrába felhasznált információt tudott adni. És amikor a tanulóknak ezt említettem, akkor nagy örömömre bólintottak, hogy jönnek és csinálják, és úgy gondoltuk, hogy ezt a brosúrát fogjuk megcélozni. Egyből mindenki azt mondta, hogy igen. Mit láttatok benne? Milyen kihívást? Hát igazából szerintünk a legnagyobb kihívás az volt, hogy minden irányból meg kellett egyezni ugye a 16 oldalnak. És hogy kevesebb az lehetett volna, de több az nem, és nehéz volt kigyűjteni a legfontosabb információkat, hiszen ugye nagyon sok minden rejt ugye egy zsidó temető. És hát ugye itt nem csak avassuk be a nézőket, majd aztán azt is megkérdezem, hogy hol tudják a nézők is ezt megkeresni. Avassuk be a nézőket, hogy igazából hogy állt össze, mert nem csak a zsidó temető van ezen a digitális könyvben. Hát nagyon sok képet raktunk bele, és sokat fotóztunk, rengeteg magyar és angol nyelven tulajdonságokat a zsidó temetőkről és a gyöngyösi zsidó temetőről is írtunk bele, és nagyjából így állt össze ez a 16 oldal. Mennyire okozott nehézséget mondjuk, hogy digitálisan kellett dolgozni? Részemről nem okozott nehézséget, hiszen értek valamilyen szinten ehhez, és Balázs írta a szöveget hozzá angolul. Úgyhogy a digitális részét ő készített el. Uh-huh. Csapatmunkában nem volt annyira nehéz, sőt ugye tanárnő is nagyon jól kitalálta, hogy ugye a leírt jegyzeteket összegezzük és csak utána fordítsunk, és abból is mi próbáltunk lecsípni ugye szavakat, hogy kiférjön a 16 oldalra. Az az érdekessége a dolognak, hogy nagyon sokan nem is ismerik ugye a gyöngyösi zsidó temetőt, vagy akár ezeket, például ebben az épületben is, ugye, ahol vagyunk, ez benne van ebben a digitális könyvben. Én ezt el akartam sütni, hogy még egy ilyen város Magyarországon nincs, ahol 4 zsinagóga van egymás mellett, és ezt, ahogy említette, valóban nagyon sok gyöngyösi nem tudja ezt sem, meg azt sem, hogy hol van a zsidó temető.
Úgyhogy a Centropának pontosan ez az egyik célja, hogy a helyi lakókat megismertetni nem csak a zsidósággal, hanem egyáltalán a város lakóinak a történelmével. És azt gondolom, hogy a gyerekeket megfogni, a diákokat megfogni a legjobb, meg a legkönnyebb. Hogy is tegyem föl a kérdést, hogy értsétek is, hogy mit szeretnék kérdezni. Konkrétan mi fogott meg benneteket? Mert lehet, hogy egy ennyi idős gyereknek, hogyha azt mondanám, hogy hát a zsidó temetőről csináljátok egy pár fotót, meg szedjetek össze valami képet, akkor lehet, hogy azt mondaná, hogy hát köszönöm szépen, biztosnak. Hát igazából legalábbis szerintem a történelem az egyik kedvenc tantárgyam, és ez motivált iránta, arra nem beszélve, hogy az iskolát is szerettem volna képviselni több versenyben is. Nektek? Én ugyanazt tudom elmondani, mint Balázs, én is szerettem volna képviselni a iskolát, és engem legjobban az, hogy összemérhetem a tudásomat más diákokkal. Hát engem még az is motivált, hogy szerintem érdekes ez a téma. Főleg, hogy itt eléggé sok zsidó épület van Gyöngyösön, és hát én is szeretem volna képviselni az iskolát. És gondolom nagyon sok információt tudtatok meg, olyat is, amit mi valószínűleg nem tudunk. Igen. Akár az Erik által, akár pedig a kutatásotok által. Igen. Zsűrizés, az hogyan zajlott? Mert az is egy... Az is, sőt, először is az, hogy ugye nemzetközi volt a verseny, hány ország vett részt benne? 7 ország és 84 pályázattal. 84 pályázó volt, ez igen. Tehát hogyan zajlott a zsűrizés? Az is egy érdekes sztori. Hát ugye, amit mondtam, említettem, hogy Zoom-on történt ez a megbeszélés. Tehát ilyen 5-10 perc előtt már be kellett csatlakozni, és egy pár nappal azelőtt kaptuk meg a linket, ahol be tudunk csatlakozni. És akkor így ment, a országoknak voltak képviselői, ugye ilyen főbb zsűrik, és ők mérték össze így a eredményeket. 8 darab zsűri volt, és minden országnak volt egy saját képviselő zsűrije, és volt egy fő zsűri. Azt tudjuk, hogy Magyarországról mennyien adták be a pályázatot, vagy pedig csak az iskola? Tudjuk, 14-en. 14-en. És akkor hanyadik helyezést ért el az iskola? Hát első. Első? Igen, és még voltak olyan kategóriák is, hogy dicséretes pályaművek, volt olyan, hogy második helyezett, volt olyan, hogy kiemelt, tehát azért igyekeztek mindenkinek a munkáját valahogy elismerni, de az a szó, hogy nyertes, azt mi kaptuk. Tehát az, hogy a 84 pályázó közül, és tényleg egy ilyen... A brossúra kategória, mert ugye volt a kisfilm is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy dolog. Láthatjuk ezt majd valahol? Tehát, hogy van akár a tanárnőnek, az iskolának bármi olyan indítatása, hogy ezt a nagy közönség elé tárni? Hogyne, az iskola honlapján is ez megtekinthető, illetve az említett Centropa alapítványnak is, aki ugye ezt az egészet szervezte, az ő oldalán is ez föl van tüntetve. Ez az, hogy zsidó temetők diákverseny, és ott minden pályaművet meg lehet nézni, köztük a miénket is. Mi volt az, ami legjobban megfogott benneteket? Gondolom mindenkit más-más. Hát engem személy szerint a különböző jelképek és szimbólumok ugye a sírokon, és érdekes, hogy milyen tradíciót követnek így a szerettük eltemetés által. Hát engem leginkább az, hogy virágokat a zsidók temetőben nem visznek, csak köveket. Hát én is azt tudnám elmondani, amit Levi. És az épületekről? Tehát például, ahol most is vagyunk? Igen, ahogy jöttünk ide, néztük, hogy na látjátok, hogy a téma adott az adott épületben. Úgyhogy... Nem véletlen, hogy mi most itt erről a témáról beszélgetünk. Hogyan lehetett készülni rá? Tehát az, hogy ugye Erik segített,
De azért erre nagyon komoly felkészülés kellett ahhoz, hogy ez ebből a hatalmas nagy halmazból ki lehessen válogatni azt a 16 oldalt. Hát Ági néni és a osztályfőnökünk segítségével is már több túrán is voltunk, ahol hasonló témákkal találkozhattunk, és Ági néni vezetett egy ilyen külön történelmi csoportot is, ahol hasonló témákat beszéltünk át. Mondjuk meg, Balázs, mert én láttam az arcotokon, ez konkrétan Budapesten a parlament megtekintése után sétáltunk le a Dunapartra, és a zsidó cipőket. És én láttam a diákokon, hogy ez megérintette őket. Úgyhogy ez volt talán ott, ahol már elindult. Aztán a tananyag is az antiszemitizmusról, a helyi zsidó üldözésről szól, úgyhogy sok minden szál összefutott, és aztán megjelent a versenykiírás, és akkor azt gondoltuk mindannyian, hogy merjünk nagyot álmodni. Hát talán erről gondolta volna, hogy ilyen eredmény lesz? Nem, az én szívem is úgy dobogott, mikor diák voltam, amikor hallgattam a verseny eredményhirdetését, és akkor hallottuk, hogy hősök és mártírok, angolul. Hát mondom, akkor ezek mi vagyunk? És akkor ugye egymással kapcsolatban voltunk, és akkor mondtuk, hogy hát győztünk. Ez azért az iskolának is egy nagy dicsőség. Igen, nagy dicséretet kaptunk mindannyian, úgyhogy az igazgatónőnk is nagyon büszke mind a négyünkre. Mi volt a jutalom a győztesnek? Hát 250 euróba elektronikai eszközökre vonatkozó ajándékutalvány. És akkor ugye így személyekre osztottuk fel. Nagyon jó. Hát én gratulálok mindenkinek, meg a tanárnőnek is a felkészítésben. És adódik a kérdés, hogy például következő időszakban, ha lesz ilyen verseny, akkor már könnyebben, egyszerűbben lehet hozzáállni. Egyáltalán nekiállnának még egyszer? Igen. Egyértelmű igen volt. Ez szerintem még olyan lendületet adott, hogy bátornak kell lenni. Eléggé élvezetes volt, és sok új dolgot lehetett belőle tanulni, amit így egyébként, tehát nem olyan, mint általánosan, hogy felkeresnénk rá, csak így simán. Hát akkor mindenféleképpen az iskola honlapján ez megtalálható, úgyhogy én azt javaslom a nézőknek, hogy mindenféleképpen nézzék meg, mert tényleg egy nagyon-nagyon hasznos és érdekes anyag. Esetlegesen volt már rá érdeklődő, aki látta és felkereste önöket, hogy akár egy túra keretén belül is végig menni ezeken az állomásokon? Még nem kerestek meg. Mert hogy ez is egy jó gondolat lenne, hogy igen, akár tényleg igen. Így szemtől szembe is megmutatni az embereknek. Mi már tudnánk tárlatvezetést vállalni. Igen. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm. Még egyszer gratulálunk. Köszönjük. És hát reméljük, szépen. Hogy a jövőben is, hogyha lesz ilyen, akkor hajrá. Igen. Köszönjük. Még mindig maradunk iskolánál, egy éves tehetséggondozó program záró akkordjához ért a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola, aminek fő célja az volt, hogy játékos módon segítsék a gyermekek kreativitásának kibontakozását irodalmi és művészeti alkotásokon keresztül. A szakkörben 16 gyermek vett részt. Nézzük! Forintot nyertünk a programmal, és ennek segítségével vittük kirándulni a gyerekeket. Kaptak lehetőséget arra, hogy ilyen szép rajzokat készítsenek. Élményprogramot terveztünk még be nekük, és ami még nálunk eddig nem volt, így egy másik program keretében, hogy önismereti szakkör rész is volt, ahol megismerhették az erősségeiket, gyengeségeiket. Ez is nem régen zárult, egy olyan kalandpark élménnyel, hogy fölmentek Sástóra,
és ott kipróbálhatták, hogy tényleg mire képesek, tehát bátorságpróbát is tartalmazott. Tehát ezért mondjuk, hogy ilyen komplex fejlesztésű ez a szakkör, és ez a program erre adott lehetőséget a gyerekeknek. A családi nap keretében meghívtuk a szülőket, behívtuk őket az iskolába, és ugyanolyan játékos program volt, mint a gyerekeknek. Először társas játékoztak, a különböző társas játékok során kipörgetett szavak segítségével szöveget kellett alkotniuk. Majd a szövegalkotáshoz készítettek plakáttervet, mint hogyha egy előadás lenne utána az ő kis alkotásaikból. Sokat kellett írnotok, rajzolnatok a program során. Hogyan érzitek, mennyit fejlődtetek általa? Hát szerintem én ilyen átlagnál tovább, mivel én nem voltam annyira nagyon jó rajzoló, rajztábor se segített nagyon rajta. És így, hogy most így kicsit bátrabb lettem rajzolásba, így most jobban sikerednek a dolgok. Én meg eddig nem tudtam verset írni, itt tanultam meg. És eddig igazából prózát is alig-alig tudtam írni. Ilyen átlagosan indult ez az egész, és most meg már örülök neki, már verset is tudok írni. És most ezen az utolsó programon mit készítetek, és miért éppen az? Dixit kártyákról írunk címeket, és abból készítünk el rajzokat. Tehát mi adjuk meg a címet, és mi találjuk, hogy milyen rajzot készítsünk el például a betűktől. Az eddigi kedvencemet csinálom, a Dixit kártyáról írást. Adok neki címet is, meg még írok mellé egy verset is. És miről szól ez a vers? A vers egy ilyen első tízőt városról szól, ami igazából minden egyes napon esővel áztatott, és nem sütött a nap, és sötét. Maga az iskola miért tartja fontosnak, hogy a fiatalok tehetségét ápolja? Hát mert sajnos manapság kicsit ilyen fölpörgetett idő, vagy mi életet élünk itt az iskolában is, kevés az idő szinte mindenre, és látjuk a gyerekeknél, hogy van tehetsége ehhez is. Jól tudna kibontakozni a másik területen is. És próbáltunk keresni egy olyan lehetőséget, hogy erre legyen hely itt az iskolában helyszín. Ha már tehetség, akkor nekünk is van egy nagyon tehetséges szerkesztünk. Itt a Nápolyban Niki, aki most kreatív percekkel készült önöknek. Hát nézzük, hogy mit alkot. Na hát, hogy most már itt vagyunk a nyári szünet elején, gondoltam, a gyerekeknek kedvezek ismét, úgyhogy most levegőnszáradó gyurmával fogunk dolgozni, festékeket fogunk használni, és természetesen újra fogunk hasznosítani, úgyhogy vágjunk is bele! És akkor most elsőként van egy vásztunk, meg egy ilyen kis szívformánk, ezt a kettőt fogjuk lefesteni. Come on.
száradnak a festékes dolgaink, addig megcsináljuk az egyik újrahasznosított projektünket. Ehhez kupakra van szükségünk, kötélre, ilyen kis hurkapáckára, föltisztítóra, és majd erre a levegőn száradó gyurmára. Úgyhogy kezdjük is el, és akkor lássuk, milyen lesz a végeredmény. Készen is vagyunk ezzel a kis virágos dísszel, ez tényleg nagyon kis aranyos ajándék is lehet, de egy közös dísz is tényleg így a lakásban, gyerekekkel nagyon egyszerűen elkészíthető, ugye itt is arra kell vigyázni, hogy a ragasztópisztolyt inkább a szülő használja, mert ugye az elég forró, és akkor már csak a fantázia szab határt, mert ugye bármilyen színnel ki lehet színezni, kis kötelet rátenni, és akkor még akár itt is a farészeket is be lehet színezni, ez már önökre van bízva, de akkor nézzük a következő projektet. Hát készen vagyunk ezzel a kis újrahasznosított projekttel, nagyon színes lett, tényleg a gyerekekkel is nagyon jó játék lehet, és ugye amint látszódott a képeken, fújásra ugye pörög, de ugye így is meg lehet pörgetni, amint látszik. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis szabadtéri játék is lehet, ki lehet vinni a homokozóba, úgyhogy ez a kettő újrahasznosított projektünk volt, most még áttérünk erre a szívesre, ehhez fogjuk használni a gyurmánkat, egy aranyos kis mintát fogunk rá készíteni, és akkor a következő projektek majd átkerülnek a következő adásba. Thank you.
Meg is vagyunk a projektjeinkkel, szerintem tényleg nagyon jó időtöltés lehet a gyerekekkel. Ugye a végén csináltuk a nyuszisat, ugye itt a gyugmának még kell 24 óra, hogy megszáradjon, úgyhogy utána szépen ki fog fehéredni. Esetleg a hátuljára lehet tenni mágnest, és akkor a hűtőre ki lehet tenni. Én most ugye egy nyuszi családot jelképeztem ezen, de ugye bármilyen állati formát, emberi formát, vagy akár egy mintázatot is lehet rá készíteni. Ugye még maradtak hátra projektjeink, ezeket a következő adásban fogom bemutatni, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, alkotásra fel! Na, én mondtam, hogy tehetséges. Csak egyetlen egy bajom van, hogy mostanában nem hozza be nekünk a termékeket, hogy megnézzük, megfogdossuk és kritizáljuk egy kicsit, de amúgy tényleg nagyon jó kis kreatív ötleteket adtak a szülőknek. Gyerekekkel együtt nyugodtan el lehet készíteni, főleg itt a nagy melegben, talán a hűvös szobában, hogyha előre gondoskodunk arról, hogy hűvös legyen, akkor el lehet őket készíteni. No, hát az első fele a műsornak a tehetségekről szólt, úgyhogy ne menjenek messzire. Hamarosan folytatjuk és megismerhetik a Mátra új dzsinjét. Beszélgetünk a gyümölcsfák gondozásáról és jogázunk Dézivel, úgyhogy további érdekes témákkal várjuk majd Önöket. Maradjanak velünk! Na, folytatjuk tovább a nápoit. Már nem csak pálinka, hanem gin is készül mátrai borból. A Tüske Pálinka Ház és a Lovász Pincészet új italával már nem csak borbemutatókat, hanem koktélbemutatókat is tartanak a Mátrába érkező turistáknak. Ízlegessük meg! Mátrának nincsen még dzsinje, szemben mondjuk például Tokajja, és úgy gondoltuk, hogy csinálunk a Mátrára jellemző dzsint, ami teljesen csak a mátrai borból készül, és akkor egy év alatt sikerült ezt az első dzsinünket elkészíteni, engedélyeztetni. Mivel nagyon kedvelt koktél alapanyag, szeretnénk azt, hogy a Mátrába jövő turisták pontosan, hogy ne csak a mátrai borra, hanem akkor mátrai bor alapú termékekkel is megismerkedjenek, így akkor a borginünkkel. Szeretnénk, hogyha ez később országosan is, mivel a minősége olyan, országosan is ismerté váljon, és természetesen ez a Mátrának mindenképpen egy nagyon előnyös bemutatója vagy promóciója lenne. Aki szeretné megkóstolni ezt a mátrai dzsint, hogy juthat hozzá és hol teheti ezt meg? Jelen pillanatban csak itt a Mátrában árusítjuk, tehát itt a Pincészetnél tudják, a Zsákai Kft-nél tudják, a Hamza Plázánál tudják megvásárolni, Mátraházán is a helyi termékek boltjában tudják, illetve természetesen a főzőben, a kereskedelmi főzőnél tudják megvenni a Jászberénybe. Reméljük ez a lehetőségek sokkal jobban ki fognak nyílni, mihelyt a termékünket minél jobban megismerik, és a nagyobb élelmiszerláncokba is el tudunk jutni, és meg tudják vásárolni a termékeinket. Említette, hogy ez a Lovász Pincészet első dzsinje, várható második? Igen, 8 új ízünk már van, csak az engedélyezés az egy nagyon hosszadalmas művelet, illetve szeretném megnézni, hogy a bevezető termékünk az milyen sikeres lesz természetesen a piacon. Tehát addig a terméknek
színesítése, vagy a termékpalettának a szélesítése, addig nem célunk, amíg nem ismerik meg az alapterméket, és nem lesz népszerű. Népszerű lesz, akkor természetesen hozzuk ki az új ízeket is. A borbemutatók mellett szeretnénk koktélbemutatókat is tartani a Lovászpincészetnél, vagy pedig az együtt a kettőt, vagy keverve. Tehát nem csak gin alapú koktélt, hanem borkoktélok is vannak, illetve a mátrai borokat jobban szeretnénk, hogyha megismernék, és igazából itt a turizmus lenne a lényeg, hogy minél több csoport eljusson ezekbe a borpincékbe, nem csak természetesen hozzánk, hanem akár Farkasmájba, akár a többi kisebb pincészetbe. Ezek a pincészetek azok, amik a mátrai bornak a jellegzetiségét, illetve nagyon széles palettáját be tudnánk mutatni a legjobb országosan. Kell elképzelni, hogyan készül el egy ilyen ital, mennyivel más eljárást igényel, mint mondjuk egy normál gin? Igazából a gin egy nagyon széles palettán mozog, a gin mint elnevezés és a név használata, ezért technológiában is számos lehetőség áll rendelkezése. Ez egy bor alapú gin, tehát az alapszesz többféle lehet, gabonaszármazék, és mi a szőlő mellett döntöttünk, mivel az egy szőlőbor mellett döntöttünk, mivel az egy nagyon prémium párlat előállítására alkalmas alapszesz gyakorlatilag. Ez az alapszesz kerül különböző fűszerekkel macerálása, a mi ginünkben 17 féle fűszer, gyógy és citrusféle van, mind természetes alapú, tehát aromákat egyáltalán nem használunk, szárított, illetve friss formában kerül bele. Technológiai idő után pedig egy második lepárlás következik, ami szintén emeli a minőséget, hiszen egy kétszeres lepárlású, nagyon tiszta szesz. Alapvetően ugye, mivel ginről van szó, azért van egy törvényi szabályozás, tehát mindenképpen a boróka, a koriander az, ami az alapfűszerezettséget adja, de emellett természetesen számos olyan gyógynövény elérhető, akár a Mátra területén is, amit felhasználunk, bodza, kamilla, teljesség igénye nélkül ezek megtalálhatók benne, ami a természetben elérhető. Törekedtünk is erre gyakorlatilag, hogy széles, tehát bárki számára elérhető legyen, éppen amiatt, hogy a belőle készült longdrinkek és koktélokhoz elérhetőek legyenek ezek a fűszerek. A mi termékünk 40%-ra van befokolva, egyébként a törvényi szabályozás az, hogy 37,5 fok fölötti termék legyen. Itt már említették, hogy 8 fajta íz is készülőben van, nyilván az engedélyeztetés még folyamatban van. El lehet bármit árulni, hogy milyen ízkombinációk vannak még tervben? Természetesen ez egy szárazabb, citrusosabb ízvilágú. Törekszünk arra, hogy tényleg nagyon széles közönséget elérhessen, ezáltal pirosbogyós ízesítéssel is vannak terveink, de mediterrán ízvilágot képviselően is. Amikor elindul a Gina versenyeken és nagyon jó helyezést, champion helyezést ért el, akkor a zsűri mit emel ki a Bor Gin kapcsán, hogy mi a különlegessége, vagy mi adja neki ezt a sikert? Azért döntöttünk a bor alapú gin mellett, mert nagyon kiemeli a gyümölcsösségét. Még egy gabonasz ezt nem tudja ezt megcsinálni, addig ugye egy gyümölcs párlat alap gyakorlatilag a bor párlat is, és kiemeli a benne lévő fűszernövények és egyéb citrusfélék ízét. És gyakorlatilag ezt halljuk, hogy egy nagyon friss, nagyon üde, nagyon gyümölcsös ízt ad. Na hát egészségükre, akik kóstolták. Hogyan gondozzuk, óvjuk növényeinket a nyáron? Mi a teendő a gyümölcsfákkal? Többek között ezekben segít most önöknek Korsós Róbert. Szia! Szia Zoli, üdvözlöm a kedves nézőket! No, hát javában benne vagyunk most már a nyárba. Ilyenkor a gyümölcsfákkal van valamilyen teendőnk? Minden évszakban van a gyümölcsfával teendő.
Ugye vannak már olyan gyümölcsök, amik már leértek, ilyenek a cseresznyefélék például, illetve a megynek most van a szezonja. Vannak olyanok, amik a közeljövőben, és vannak olyanok, amik már ugye ősszel, tehát ezek a téli árakásos gyümölcsök, a almafélék, dió, mandula, mogyoró. Minden fának érdemes nyáron is megadni azt, ami szükséges. Ugye, ha már a gyümölcsfával is, akkor kezdjünk bele a kellős közepébe. Ilyenkor nyáron is, amikor leérik róla a gyümölcs, amikor leszedik, addig ugye permetezések mindenképpen. Tehát aki nem biotermesztést alkalmaz, annak ugye a permetezésre nagyon oda kell figyelni. Az elmúlt időszakok megmutatták azt, hogy rengeteg csapadék volt, nagyon sok helyen a gombák előjöttek, nagyon sok helyen a rothadási folyamatok. Ugye nagyon sokan panaszkodtak a cseresznyefélékre, hogy annyira hirtelen jött nekik nagy mennyiségű eső, hogy szétrobbantak tulajdonképpen a gyümölcsök, azok rögtön elkezdtek penészedni, rothadni, tehát onnantól kezdve nem tudták betakarítani a termést. Ezért van az, hogy ugye nem volt olyan hosszú szezonja például, és nagyon drága a cseresznye. De az epresekkel is beszélgettem, epresek is azt mondták, hogy ez a hirtelen jött eső, ugye nagyon nagy mennyiségű víz volt egyszerre, és egyszerűen szétrobbantak a gyümölcsök, amik meg nem voltak úgy megvédve, azok pedig rohadásnak indultak, tehát azt megint nem tudják még pálinkának sem felhasználni. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, és épp ezért szoktuk azt javasolni nyáron például a gyümölcsfáknál, amit kérdeztél, hogy zöld válogatni. Ugyanaz, mint a szőlőnél a hegyelés, a felesleges hajtások tulajdonképpeni eltávolítása, ez a gyümölcsfáknál is nagyon meghálálják, hogyha ezt megoldjuk. Amikor leterem a gyümölcs, akkor a befelé növő hajtásokat, a sűrűsítő hajtásokat érdemes tőből eltávolítani. Tehát azok, amik amik a belső... Ami befelé megy, befelé igen, tehát ami a korona felé megy, vagy keresztezi egymást, és árnyékolja egyiket, egyik ágat a másik, azokat érdemes levágni már ilyenkor. Két dolgot érünk el vele. Egy, jobban szellőzik a fa, tehát kevesebb növényvédőszer kell neki, mert átjárja ugye a szellő, jobban kiszárad, amikor ugye esős idő után érkezik ez a történet, illetve a másik dolog pedig az, hogy az őszvégi, téli, télvégi meccések sokkal gyorsabbak lesznek, kevesebb munkánk lesz, mert már ebben az időszakban eltávolítottuk a felesleges hajtások nagy részét. És még a harmadik dolog, amivel nagyon jót teszünk ugye emiatt a gyümölcsfákkal, hogy azok az ágak, amik megmaradnak, azokra több energia, több erő jut, tehát télen ellenállóbb lesz a fa ebben a meccési folyamattal. Sokszor látjuk azt, nem tudom, hogy Magyarországon is láttam már, de azért nem annyira gyakori, hogy bemeszelik a fának a törzsét. Az mire jó? Kártevők ellen is véd, tehát ugye nem a kéreg alá nem fognak bemenni a kártevők, illetve vannak olyanok, amik ugye a meszet kimondottan rühellik. Csigafélék nem tudnak fölmászni, mert ugye szárítja a bőrüket és megégeti, illetve az állati kártevők, tehát a négylábú kártevők sem eszik tulajdonképpen a háncsot emiatt, mert hogy be van meszelve. Ilyen nyári melegben, ugye nagyon sok eső volt, de hogyha valaki volt kint a kertben, a földön, igazából olyan, mintha nem is lett volna, pedig jó nagy mennyiségű volt. Amikor öntözünk, tehát például így a nyári kánikulában, mikor érdemes ezt az öntözést megtenni? Akár a virágoknál, akár a paprikánál, paradicsomnál? Ugye vannak olyan... Majd később egy picit még rátérek arra, hogy mik az új trendek a kertépítésben és a kertészeti dolgokban. Az öntözésnél azt szoktuk javasolni, hogy inkább a reggeli órákban, hogyha van rá lehetőségünk, még munkába indulás előtt, ugyanis az éjszakai időszakban picit lehűlik a növény. Ha este, amikor hazamegyünk és tűzőnapon volt egész nap a növényünk, és nyakon öntjük egy hideg vízzel, akkor az olyan, mintha leforráznánk. Tehát teljes mértékben tönkretehetjük akár a zöldségfélénket, akár a gyümölcsfélénket. Ezért mindenképpen azt javasoljuk, hogy a kora reggeli órákban. Viszont, hogyha állott vízzel tudunk locsolni, nagyon sok helyen már ugye tartályokba gyűjtik az esővizet, ez fölmelegszik éjszakára, azért azt meg kell nézni, hogy ne legyen ilyen 30-40 fokos, mert ugyanolyan kárt okozunk vele, de egy kézmeleg, egy picit langyosabb, mint a kézmeleg víz, azzal már lehet egész nyugodtan állott vízzel öntözni, akár az esti órákban is.
Jó, tehát akkor, hogyha én most így az adás után elmegyek öntözni, akkor inkább állott vízzel, és ne... Ne jéghideggel, meg ne a kútból. Tehát ugye van, aki vidéken kútból öntöz, az mindenképpen csak a hajnali órákban tegye meg. Jó. És öntözni, tehát igen. Nem szentelni. Mert ezt általában ugye nem szokták tudni a kedves vásárlók, illetve nem úgy viszonyulnak hozzá az öntözéshez. Jönnek, hogy kiszáradt a növény, pedig ő öntözött. Mondom, igen, és mit jelent ez? Tehát nem az, hogy így végigmegyek rajta, és a felső rész már vizes, akkor tökéletes, én meglocsoltam mindent. Nem. 10 centi. Tehát azt érdemes megnézni, hogy amikor meglocsoljuk, bedugjuk az ujjunkat, vagy ásunk egy pici lukat. Ha 10-15 centi nem nedves, akkor még ott nincs meglocsolva semmi. Tehát akkor jó bőven kell adnunk. Igen, nem szabad sajnálni. Mulcsozásról mi a véleményed? Érdemes-e? Mindent mulcsozni, és itt majd bejön az új hullám. Érdemes mindent takarni. Ezzel is több dolg. Egy dolog hátránya van, de több az előnye. A hátrány az, hogy az állati kártevők azok jobban meg tudnak telepedni, akár a rágószívó kártevőkre gondolunk, akár a pockokra, egerekre, bármire. Hát erre egy két macska a háznál az megoldja ezeket a dolgokat. Viszont az előnyei azok rengeteg. Nem szárad ki olyan könnyen a talaj, jóval kevesebbet kell öntöznünk. A növényeknek a közvetlen környezetét védi, párát ad nekik, tehát még tulajdonképpen egy nagyon jó kis mikroklímát is kiad. Hogyha fenyőkéreggel mulcsozunk, tehát nem a faaprítékkal, amit a kertből szedünk, akkor egy ilyen mentolos illatot fogunk érezni két hónapig is akár a kertben, tehát ez egy nagyon jó pszichés hatás is, egy nyugtató hatás az ember számára, illetve a gyomnövények ugye nem kelnek olyan gyorsan ki, mint hogyha nincsen lemulcsozva a talaj. És akkor így tulajdonképpen a kerti faágaknak a felhasználását is meg tudjuk oldani, mert hogyha ilyen kis aprító gépet veszünk, akkor a vékonyabb ágakat azt egész nyugodtan össze lehet mulcsozni, és akár egy komposztba, akár a kertbe szétszórva is azért hasznot tudunk vele. Nekem már most érdemes volt, ugyanis pont ezen ment a vita, hogy vásároljunk, vagy pedig ami megvan, pont ezekből az ágakból, kivágott fából, stb. Le lett darálva, és akkor ezzel vitatkoztunk, hogy hát azok nagy darabok, nem biztos, hogy jók oda, tehát azért ugye a daráló sem persze tudja olyan szép szeletre fölvágni. Én képzeld el, hogy kertépítésbe szoktuk ezt alkalmazni úgy, hogy a fenyőkérekből is ugye többféle szemcsenagyság, mint kavicsból, bármiből kapható, és a legapróbb szemcseméretet szoktuk talajtakarónak, és utána pont azért, hogy dekoratív legyen, az éppen, hogy csak tördelt nagyobb darabokat szoktuk szétszórni a tetejére. Ezt viszont egy otthoni darálógép automatikusan megcsinálja, és az első-második esőzés és nagyobb belocsolás után ezek kialakítják maguknak a helyet, tehát az apró réteg az mindenképpen lefelé fog süllyedni, a nagyobbak fönt maradnak, és ezáltal megvan az a védelem, amit az előbb beszéltünk, hogy a gyomnövények kevesebbet kell neki, illetve lezárják a talaj felületét, és nincs olyan nagy párologtatás a talajnak. Tehát, hogyha leterítjük, akkor locsolás. Locsolás, igen. Mm. Akkor egész nyugodtan, és akkor be is tömörödik. Jó, köszönjük szépen, majd kiszámlázod, hogyha gondolod. Persze. Mert nekem ez egy tényleg ma már érdemes volt bejönnöm. Szóval locsolásnál maradjunk még egy picit. Tűzőnap, leander kint van, muskátli kint van, mindenféle dolgok. Kell esetleg, amikor azt mondják, hogy nagyon meleg van, vagy akár hőségriadó van, ezeket árnyékba tenni? Nem fontos, mert ugye ezeket úgy pakoljuk ki már eleve, hogy megszokják ezt a klímát, ezt a napsugárzást, tehát ezért van az, hogy március, április, májusban pakoljuk ki őket, hogy már ezeknek a levelei megszokják ezt a klímát, ezt a környezetet, és ezáltal nem lesznek rajta égett foltok. Égett foltokat csak akkor fognak találni rajta a kedves nézők, hogyha víz éri. Tehát úgy locsolják, vagy úgy adják a permetezést olyan időszakban, amikor még tűz a nap. Mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy akkor öntözzünk fölülről, és akkor portalanítsuk, mert sokaknak ugye azért nem tetszik, mert poros a levele, amikor már a nap lemegy. Tehát azt mindenképpen vagy este, vagy még a nap felkelt előtt, hogy mire a nap fölkel, és mondjuk 9-10 óra felé van ez a 30 fokos, és már a napsugárzás elég káros hatású, akkorra már felszáradjon a levél is.
Mi a véleményed, amikor például a légkondicionálóból összegyűjtik a vizet, és mondjuk, hogy azzal locsolnak? Nem szoktam javasolni. A légkondicionálónak elvileg tiszta vize van, tehát nem probléma, viszont hogyha a tisztítás folyamán bármilyen vegyszer belekerül, tehát a sprék által, ha zárt edénybe gyűjti, akkor nincs vele probléma. De hogyha egy olyan edényt tesz alá, amiben csak belecsöpög, és közben kitisztítja fölülről a sprével, vagy légfrissítőt használ a szobában, vagy bármi mást, ami belemehet, akkor már ugye károsítjuk a növényeinket is ezekkel a aeroszolokkal. Tehát akkor annyira ne. Én nem szoktam javasolni, inkább azt borítsuk ki mosdóba, vagy bárminek a... Jó, utolsó kérdésem, ha valaki hosszabb időre elmegy nyaralni, ez lehet akár egy hét is, de egy pár nap is már, akkor is érdemes odafigyelni a virágokra. Mit csináljunk azon kívül, hogy a szomszédnak adjunk egy kulcsot? Most már kapható nagy bevásárlóközpontokban is, illetve mezőgazdasági boltokban is. Ilyen 2 literes, 1,5 literes üvegekre szerelhető csepegtető kis gombák. Ami olyan, mint egy kupak. Tulajdonképpen a üvegnek az alját levágják, feltöltik vízzel, és ebbe a csepegtetőt ráteszik a kupaknak a helyére, és fejjel lefelé beletűzik a virágtartóba. Ha ezt a 1,5-2 litert úgy állítják be, hogy 2 nap alatt, 3 nap alatt csöpögjön le bele, akkor minden nap kap valamennyi vizet. Természetesen mielőtt elindulnak, érdemes az alátéteket feltölteni, ameddig csak lehet, és egy jó alapos locsolást, mert az is 1-2 napot bír. Tehát tulajdonképpen ezt egy 5-6 napos kirándulásnál még meg lehet oldani. Ilyenkor viszont érdemes arról gondoskodni, hogy a tűző napon ne legyenek, tehát hogyha tudják, akkor ne a teraszon hagyják kint a legmelegebben, hanem mondjuk tegyék le egy árnyékosabb helyre addig a növényeket. Robi, ismét tanultunk, köszönjük szépen, hogy igazán itt voltál. Ismét én köszönöm a meghívást. Na hát zárásként pedig következzen Daisy, úgyhogy elő a jóga matracokat. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Újabb alkalom, hogy együtt jogázzunk, és az elmúlt alkalommal ugye a hátunkra, hasizmokra figyeltünk inkább, de ugye semmi sem működik külön-külön, hanem mint egy nagy egység működik az emberi test, úgyhogy nyilván, hogyha egy valamit mozgatunk, akkor az hatással lesz a test többi részére is. Úgyhogy innen szeretném a fonalat tovább szőni, görgetni, és most egy picit lelassalunk erre a pár percre, amíg gyakorolunk. Ezeket a gyakorlatokat akkor ajánlom, hogyha mondjuk végeztünk a napunkkal, vagy esetleg készülődünk lefeküdni, aludni, hiszen itt arra invitálok mindenkit, hogy egy picit lassuljon le. És ez valószínű nem lehetséges, ha mondjuk a nap közepén, vagy reggel végezzük ezeket a gyakorlatokat, ha csak nem mondjuk otthonról dolgozunk, és nem kell sietni sehova a gyakorlás után. Háton fekve fogjuk gyakorolni ezeket a gyakorlatokat. Tényleg az a lényeg, hogy lelassuljunk, mert azt veszem észre mindenhol, hogy rohanunk mindenhova. Mi a következő dolog? Mit lehet a listáról kipipálni? És mindent azonnal szeretnénk, minden gyorsan történjen, mi a következő dolog? Rohanunk egyik helyről a másikra, és igazából nincs időnk a lelassulásra. Sőt, sokszor azt veszem észre, hogyha az ember arra fókuszál, hogy egy kicsit lelassuljon, vagy egy kicsit van ideje magára, akkor már is előveszi a telefonját, és azzal tölti ki az időt, hogy na, hogy tudok minél több mindent elintézni, hiszen nincsen idő pihenésre. És sajnos, ha nincsen idő pihenésre, akkor előbb-utóbb ugye a testünk és az elménk utol fog minket érni, és esetleg lesérülünk, vagy betegek leszünk, ami arra késztet minket, hogy lelassuljunk és magunkra figyeljünk. Nem kell ezt úgy venni, hogy most minden nap 1 órát magammal kell eltölteni, vagy
egyedül magamra fordítani azt az időt, pár perc is elég, csak hogy lelassulj és tényleg figyelj a tested érzéseire, érzeteire. Úgyhogy ezt fogjuk végezni. Amint említettem, háton fekve fogjuk ezeket a gyakorlatokat végezni. Itt az a lényeg, hogy kényelmesen feküdjél, hogyha akarsz egy takarót tenni magad alá, párnát a fejed alá, nyugodtan tedd meg. Úgyhogy gyere is, feküdjünk együtt a hátunkra. Helyezkedj el kényelmesen. Nem lesz hatalmas gyakorlás, tényleg itt az a lényeg, hogy a légzésedre figyelj, a testedre figyelj, az érzetekre. Lassan emeld az egyik térded magad felett, teljesen mindegy, hogy melyik térded. Húzd fel, és vagy a térdedre helyezd a két tenyeredet, vagy pedig a sípcsontodra, ahol neked kényelmesebb, és ahol úgy érzed, hogy a vállaidat, a karjaidat el tudod lazítani. Érezd, ahogy a derekad belesimul a talajba, és itt maradhatsz, ha ez jól esik, de azt is megpróbálhatod, milyen érzés, hogyha kinyújtod a másik lábadat. Nem kell semmit megfeszíteni vagy erőltetni, ellazíthatsz mindent. Igazából csak a karjaid aktívak, úgymond, hiszen a lábadat tartják, de próbáld meg ellazítani a vállaidat, és csak vegyél pár mély levegőt. Kívülről úgy tűnhet, hogy igazából nem csinálsz semmit, de ahogy kezdesz egyre mélyebben levegőt venni, kezd el figyelni, ahogy megpihen a derekad esetleg, bármi apró mozdulat, amit szeretnél csinálni, picit igazítani, nyugodtan tedd meg. Lehet, hogy az esik neked jobban, hogyha picit izegsz, mozogsz jobbra-balra, de próbáld meg ezt is teljes figyelemmel végigvinni. Azon kapod magad, hogy valamint gondolkodsz, akkor csak lassan vezesd vissza a figyelmed a testedhez. Lehet picit mozogsz, aztán megállsz, megfigyeld a légzésed, érzeteket, figyeld meg ezt az oldalt, észreveszel-e bármiféle feszülést. Aztán lassan engedd le, húzd fel a másik térded. Ugyanez a másik oldalra kezd, a térdeddel, behajlított térdel, a másik térdedet felhúzod magad fele, és nem kell felhúzni, amennyire csak tudod, hanem amennyire neked kényelmes, hogy érzed, hogy igazából a gerinced hosszú, a hátad laza, itt megtarthatod nyugodtan. De akár csak a másik oldalon, itt is nyugodtan kinyújthatod a lábad, figyeld meg, hogy ez milyen érzés. Általában van különbség a jobb és a bal oldal között, csak figyeld meg, megint nem kell semmi extra dolgot itt elkövetned, vagy bármire törekedjél. Csak vedd a levegőt, és figyeld meg az érzeteket. Érezheted, hogy a derekad belesimol a talajba, ahogy a levegő áramlik be és ki. Figyeld meg, hogy feszíted-e a karodat vagy a vállaidat, és engedd őket ellazítani, ellazulni. Állkapcsodat lazítsd. Utána engedd le. Most mind a két lábadat nyújtsd ki, egy picit mozgasd meg. Picit ringatózhatsz a csípőddel is, mint egy ilyen hullámot vagy kígyózást küldenél föl az ágyékodtól egészen a fejed búbjáig. Aztán húzd fel mind a két talpad, és mind a két térdet húzd magad felé. Itt egy picit hintázhatsz jobbra-balra, körözhetsz is a két térdeddel, mind a két irányba. Aztán helyezd a két talpad a talajra, vegyél három mély levegőt, esetleg a szádon fújd ki. Lazítsd a tested.
és ezen a rövid gyakorlás végén csak figyeld meg, hogy hogy érzed magad. Pár perc is számít, lehet, hogy ez is segít neked abban, hogy könnyebben elaludj, vagy könnyebben ellazulj. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, innen folytatjuk a következő alkalommal. Köszönjük Dézinek, és köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Ez volt már a nápolyi, ne feledjék, hogy gyöngyösma.hu címen megtalálják adásainkat, de természetesen a többi platformon is jelen vagyunk. Jövő héten várjuk Önöket, szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra!